1699. szeptember 1-én első Lipó császár pecsét és címer használati jogot adományozott Tolna vármegyének. Ezen esemény 300 éves évfordulójára megyenappal emlékezett a közgyűlés, majd a rendezvény hagyománnyá vált. 2003-ban immár 5. alkalommal került sor az ünnepségre. A jubileumi rendezvénynek magasrangú vendége volt dr. Szili Katalin személyében. Az országgyűlés elnöke köszöntőjében utalt arra, hogy a mostani az utolsó uniós csatlakozás előtti megyenap, és sok sikert kívánt Tolnának az EU-ba történő belépéshez. A jubileumi megyenapon Frankné dr. Kovács Szilvia, a Tolna megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Tisztelt közgyűlés! A földrajzilag és fogalmilag megyéhez kötődő gondolkodásunkban mélyen gyökeret ver a megyeszékhely, a megyejogú város jelentése. Amikor lassan helyet kér magának egy új fogalom, a nagyobb területi egységet jelentő régió, bizonyára mindez változni fog, és megmarad olyan történelmi emléknek, mint ahogy most, a 300 éves pecsétnyomóról beszélünk. Egy biztos, a valamikori valóság történelmünk részévé válik majd. Ahogy Csernyék puszta is, a sátoros megyegyűlések regői és szakálynak közeli helye, vagy 1727-től első megyeszékhelyünk Simon Tolna. Szekszárd 1789 óta székhelye Tolna megyének, amikor is a megszűnt apátság épületeibe költözött a vármegye hivatala, levelestára és tömlöce. Gyűléseink mai helyszínét 1836-ban avatták fel, ünnepélyes külsőségek között. A történelmi események felemlítése során nem feledkezhetünk meg az idei esztendő két kiemelkedő évfordulójáról sem. Ha felhangzik a kuruc nóta, Rákóczi leghűségesebb generálisa juthat eszünkbe, a tragikus sorsát megjelölt emlékhely Szekszárd határában. De eszünkbe juthat a 300 éve kezdődött Rákóczi szabadságharc híres és győztes csatahelye Kölesd is. Történelmi emlékhelyeink sorába emelhetjük a 200 éve született Deák Ferenc paksi látogatásaira utaló emléktáblát a szelicei család kúriáján. Az utókortól elvárható tisztelgésnek ezeken az emlékhelyeken közösen hajtsunk majd fejet a hajdani nagy elődök és nagy tetteik előtt. Azt is javasolom, hogy közgyűlésünk innen és most kezdeményezze, hogy 2004-ben méltó módon emlékezzünk meg a megyénkben alkotó, vagy itt született kiemelkedő tudósokhoz, közéleti személyiségekhez kötődő évfordulókról. Születésének 225. évfordulója lesz a bonyhádi tudóspap és helytörténész Egyed Antalnak, 200. évfordulója Bezerédi Amáliának, a gyermekirodalom és kisdedóvás úttörőjének, Tormai Károly Tolna vármegyei főorvosnak, és Sárszentlőrinc szülöttének, a jogtudós, akadémikus Zsivora Györgynek. Tolna város már készül nagyfia, a múzeum alapító régész és plébános intézményünk névadója, Bosinski Mór születésének 150. évfordulójára. Bizonyára említhetnék más neveket is, híreseket és kevésbé ismerteket. A fontos azonban az, hogy mindenhol számon tartsák azokat, akik munkásságukkal értékeket és példát hagytak számunkra. Tisztelt ünnepi közgyűlés, polgármester, hölgyek és urak, kitüntetések várományosai, kedves vendégeim! Szép hagyományunk kitüntetéssel is megemlékezni azokról, akik munkásságuk eredményeivel és példájukkal emelkedtek ki lakóhelyünk, munkahelyi közösségeiből. Mindannyiunk nevében köszöntöm az idei kitüntetések várományosait, tolmácsolom testületünk nekik szóló gratulációját és jó kívánságait. A közgyűlés által megszavazott elismeréseket maga az elnökasszony adta át a díjazottaknak. Magas szintű művészeti tevékenységéért Babits Mihály díjat kapott a Tamási Koncert Fúvós Zenekar.
A kitüntetést Markovics Gábor karnagy vette át. A zenekar az 1962-ben alakult Hemerle János vezetésével, még annak idején én is játszottam ebben a zenekarban, jóval később ugye, amikor én is elkezdtem zenei tanulmányomat. Abban az időben a zenekar a hagyományos fúvózenével foglalkozott, polkák, keringők, indulók, városi rendezvényeken közreműködött, aztán egy picit megnőtt a zenekari létszám, fejlődött a zeneoktatás Tamásiban, és már Csillebércre és Lengyelországba, az akkori szocialista országba is eljutott egy-két helyre a zenekar. János bácsi váltása után, gyakorlatilag lemondása után egy rövid szünet következett, és miután én elvégeztem a főiskolát, utána vettem át a zenekart, amikor Tamásiba kerültem, mint zeneiskolai tanár, és 15 éve vezetem az együttest. Hát a hagyományos úton indultunk el, és az elmúlt 8 évben megpróbáltuk az európai mintára, illetve amerikai mintára kialakított szimfonikus hangzást, vagy a szimfonik bendes hangzást átvenni. Ennek nagyon fontos része volt, hogy át kellett alakítani a zenekar struktúráját, olyan hangszereket kellett vennünk, amik nem voltak, vagy ritkábban használt hangszerek a zenekarban. Basszus, klarinét, szaxofon, kórus, bariton, fagott, obol. Kinőtte magát a zenekar. Nagyon-nagyon fontos megemlítenem a Tamási Zeneiskolát, amely a hátteret, utánpótlást biztosítja a zenekarnak, és az utolsó 4-5 évben ezt a szimfonikus hangzást, illetve a szimfonik bendes hangzást sikerült olyan formán elsajátítanunk, hogy a külföldi versenyeken is sikerrel szerepeltünk, és a magyar versenyeken is első helyezettséget értünk el. A zenekar nagy része ugye amatőrökből áll. Nagyon sok zenei pályás növendékünk van, akik zenét tanulnak szakiskolában vagy főiskolán. Nekik is fontos az elismerés, de összegészében a zenekar szempontjából fontos, hogy az amatőr gyerekek, akik szabadidejükben, tehát úgy mondom nem zenei pályás növendékek, akik szabadidejükben a zenével foglalkoznak, valamiféle eredményt lássanak, szívvel, lélekkel csinálják így is, de ezek az elismerések, illetve ezek a kitüntetések, versenyeken való jó szereplések az energiát és a munkát biztosítják a következő időszakra. Beszédes József díjjal jutalmazták munkája elismeréseképpen dr. Fischer Sándort, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, a Kisosz ügyvezető igazgatóját. Annak idején, ahogy kezdtem a pályámat a tanácsnál, a Tolna megyei tanácsnál, mindjárt a vállalkozókkal, akkor úgynevezett maszekokkal kellett foglalkoznom, és több évet töltöttem a túlsó oldalon, mert gyakorlatilag akkor a másodfokú adóztatás és egyáltalában ennek a vállalkozói körnek a felügyelete a másodfokon a megyei tanács adócsoportjához tartozott. A vállalkozók kérésére kerültem át a Tolna megyei Kisoszhoz 1981-ben, természetesen megfelelő döntések után, és ott vettem át az irányítást, és hosszú éveken keresztül ezt gyakoroltam. Hát úgy néz ki, hogy talán megfelelően, mert a 200 fős vállalkozói körből, ami kereskedő vendéglátót kell érteni 1981-ben, hát ma már több ezres kereskedői és vendéglátói kör alakult ki, és hát 2000-ben a Tolna megyei vállalkozók és tisztségviselők úgy döntöttek választás során, hogy megválasztanak a kamara elnökévé, és ma már 3 éve a kamarában ezt a tisztséget töltöm el. Ennek voltak előzményei, mert előtte kamara alelnöke voltam, és hát részt vettem továbbá a kézműves kamarában is a munkában. Az unió az egy nagy váltást jelent a vállalkozók életében. Ezt össze lehet hasonlítani a rendszerváltáshoz. Gyakorlatilag akkor felperdült a vállalkozói létszám, a korábbi viszonylag alacsony létszámról hirtelen megugrott. A mostani nem létszám növekedés fog jelenteni, hanem minőségi változást. Mindenkinek fel kell készülni ebben a vállalkozói körben, hogy megfeleljen az EU-s követelményeknek. Ebben vannak egészségügyi és vállalkozói tőke, egyéb követelmények, ezeknek tudni kell megfelelni, és hát én úgy érzem, hogy ebben megint komoly szerepe lesz a kamarának, illetve hát remélem, hogy valamennyi munkatársamnak. Ez elsősorban egy csapatmunka eredménye,
és hát nagyon szeretném megköszönni munkatársaimnak, illetve vezető tisztségviselőknek, akik ebben a munkában segítettek, és nélkülük úgy érzem, hogy ez a díj ma nem lett volna. Dezerédi István díjat vehetett át a megye legrégebbi első számú települési vezetője, Koleszár Mihály szedresi polgármester. 26. éve vagyok már a község élén, kezdtem, mint tanácselnök, majd rendszerváltás után polgármester. Rendkívül sok eredményt értünk el mi együtt a faluban, gondolok csak a tornacsarnokra, gázra, szennyvízre, és ma egy összkomfortos faluról beszélhetünk. Azért is örülök a díjnak, és azt hiszem erről kéne beszélni, hiszen a település keresztapja, Dezerédi István díját kaphattam én meg, de egyben azt hiszem, hogy ez egy óriási nyomást is jelent rám, hiszen egy ilyen nagy reformkori politikus nyomdokai járni a későbbiekben nem olyan egyszerű dolog, de nyilvánvaló ez kötelezettség is lesz vele szemben. A falu a település jövője, a falu szépítés most már, és az, hogy ápoljuk a bezerédi hagyományokat. Jelenleg a bezerédi féle kúria felújítás alatt van. Igaz, hogy intézmény céljára, de mégis meg tudtuk védeni az enyészetnek. Tehát a falu szépítés a jövő. Sipos Márton díjban részesült hosszú ideje kiemelkedően végzett sportvezetői tevékenységéért Singer Ferenc, a Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke. 1967-ben az MTS, az Magyar Testnevelési Sportszövetség Paksi Városi Tanácsa demokratikus elvek alapján a sportegyesületi küldöttek megválasztottak az MTS Paksi Járási Tanácsának az elnökének. Ezt a funkciót választott funkcióként 1970-ig töltöttem be. 70-ben állami lett a sportirányítás, ekkor minden választott vezető átkerült a járási hivatalokhoz. 1970-től Paks várossá nyilvánításáig a Paksi Járási Hivatal sportosztály vezetője voltam. A tevékenységem a város és városkörnyék régi nevén Járos testnevelési sportmozgalmának az irányítása, szervezése, és amit én legtöbbet tudtam tenni, szinte kivétel nélkül minden községbe ezen időszak alatt megépült egy akkori kornak megfelelő öltözőkomplexum, pályák épültek, sokat tettem és dolgoztam azért, hogy mindenben a mi járásunk a jó közé tartozzon. Paks városán nyilvánításakor átkerültem a Paksi Városi Tanácshoz, annak sportosztályvezetője voltam 10 éven keresztül. Ekkor csak a város és a városkörnyék sportmozgalma tartozott hozzám. Életem utolsó 10 évét megválasztott vezetőként, a Paksi Sportegyesület ügyvezető elnökeként végeztem. 25 éven keresztül fújtam a sipot, 3 évig országos játékvezető, 1420 mérkőzés van mögöttem, februárban megkaptam 25 évért az aranysipot, március 31-én az első demokratikusan megválasztott labdarúgó szövetségi elnök vagyok. Azóta 4. ciklust vezetem. 2001-ben pályázaton elnyertük az MB3-as rendezés jogát, a világháború óta nem volt rá példa, a délnyugat Magyarországnak a gazdája, ez a pici vármegye Szekszárd legyen. Ez egy nagyon nagy elismerése a megyének, amit ma külön is megköszöntem ezen az ünnepségen. Ez az életút van mögöttem, én autóbalesetben elvesztettem a fiamat, 92-ben, 10 éve ezelőtt, azóta a munkába keresem a sikert, és dolgozok minden Tolna megyei fiatalért, mert ez mind a mi gyerekünk és az én gyerekem. A tűzvédelem és a tűzoltóság érdekében kifejtett kiemelkedő és fáradhatatlan munkájáért Tolna megyéért díjat kapott Csöglei István nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Megyei Tűzoltószövetség örökös tiszteletbeli elnöke. Eszembe jutott itt a terembe ülve, hogy 50 évvel ezelőtt egy fiatal tűzoltó alhadnagy jelent meg itt a megyében, Mikes utcai laktanyában. Akkor végeztem el a tűzoltó tisztképzőiskolát, feladatul kaptam az önkéntes tűzoltók és a mezőgazdaság tűzvédelmét. Hát ezt csináltam végig. Egy nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy amit rám bíztak, nem azt kerestem, hogy hogyan nem lehet hozzáférni, hanem a lehető legjobban megoldani. Na most hát ez vezetett engem végig, hogy különböző feladatokat hajtottunk végre. Jött a mezőgazdaság átszervezése, villámhárítók kellettek volna az épületekre, szegény volt a megye, szegény volt az ország, náttetőkből épült épületek voltak. Fogtam 20 évre visszamenőleg
megvizsgáltam, hol voltak tűzesetek villámcsapásból a megyébe. 5 ilyen góc jött össze. Ebben az 5 gócban az akkori megyei tanács mezőgazdasági osztályával azt mondtuk, hogy meg kell építeni a villámállítót, a többibe elhanyagolható. Tehát egy ilyen, vagy jöttek a szárítók például, a tűzoltását ki kellett dolgozni, persze, hogy a tapasztalatok hozták, de azt közre is kellett adni, úgyhogy ilyen. 1970-ben javasoltuk a megyei tanácsnak, hogy jönnek a 50-75 100 éves évfordulók az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, kapjanak ezek jutalmat. A megyei tanács elfogadta, de egy kikötése volt, hogy igazoltnak kell lenni a megalakulásnak. Na hát nem tudtunk más csinálni, mint az akkori kollégákkal, doktor, most már az ott a doktor Márton Pál, Velence István, aki városi parancsnok, később a Bak József, aki ugye elnök is volt. Beültünk ide a levéltárba, és 1870-től 45-ig az alispáni összes mutatót átnéztük, kiírtuk a tűzre, tűzvédelemre vonatkozó részeket, és aztán később megírtuk közösen a paksiak történetét, a tamásiak történetét, a Velencei Pistivel közösen megírtuk a Dunaföldvárit, aztán úgy valahogy úgy beoltottam, mint a horgászok, hogy hobbivá vált, hogy utána aztán megírtam én az állami tűzoltók történetét, Szekszárdváros tűzoltóság történetét is külön, aztán a dombóvári, a paksi atomerőmű tűzoltóság történetét. Most legutóbb ebbe az évben pedig megjelent a 11. könyvem a faddi tűzoltók történetéről. Hát ez úgy a tényleg összesűrített történet. Sok élményben volt részem a 50 éves tűzoltói vagy 53 éves tűzoltói múltam alatt. Voltak szomorú időszakok, ezt egy hosszabb beszélgetésre el lehetne mondani, de hát itt nem. Örülök ennek a elismerésnek, mert ritkaság az, hogy egy ilyen megyei önkormányzat épp a tűzoltóktól emel ki valakit, és épp ilyen nyugdíjast, ugye 73 évesen kaptam ezt az elismerést. Megköszönöm azoknak, akik kezdeményezték, azoknak, akik adták. Tolna megye kiváló köztisztviselője díjban hárman részesültek. Bárdos Lászlóné doktor, címzetes főjegyző, Dunaföldvár jegyzője, dr. Gócán Veronika, a dombóvári polgármesteri hivatal humán közszolgálatok irodájának vezetője, és Nagy Attiláné, nagymányok és kismányok települések körjegyzője. Négyen vehettek át kiváló közalkalmazotti díjat. Kárpáti Andrásné Erdősi Mária, nyugalmazott levéltári osztályvezető, Siklósi Mihály, a bátaszéki Szivárvány idősek otthona gazdasági vezetője, Szabó Bakosné Rosta Margit, a Tamási 2. számú általános iskola igazgatója, valamint Tarlós Lászlóné, nyugalmazott Csíóalgárdi óvónő. Kiemelkedő eredményeikért elnöki elismerésben részesültek az Iregszemcsei Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézet speciális olimpikonjai, Fülöp Ilona, Orsós János és Angyal Mária, valamint edzőjük Szász László. A Tolna megyei németségért nívódíjat az idei évben ketten vehették át Rittinger Antal elnöktől, így nemzetiségi elismerésben részesült Balogné Vusing Ágota, nagymányoki tanárnő. Természetesen én is örülök ennek az elismerésnek, kitüntetésnek, ami annyit jelent, hogy 27 év óta, tehát amikor elkezdtem a faluban dolgozni, ott kezdtem el a pedagógus pályámat, és ezzel szinte egy időben azonnal a nemzetiségi munkát is. Ahogy az ember az évekkel halad, akkor mindig vannak nagyon szép pillanatok, nagyon szép megállóhelyek, természetesen vannak mélypontok. Most az ünnep kapcsán az ember nem a mélypontokat említi, természetesen. De egy ilyen közösségnek a kialakításában azt hiszem, hogy sokkal több a szép emlék. Tehát itt azért a közös díjaknak az elérése, és ezt én kaptam az elismerést, a kitüntetést, de ezt egy mögöttem álló közösség nélkül nem tehettem volna meg. És hát a csodálatos élmények, tehát itt a különböző díjaknak az elérése, a vendégszereplések, és én nem csak a külföldi szereplésekre gondolok. És hadd mondjak el egy nagyon közeli élményünket, most a nyáron Szardinián szerepeltünk, és a busszal csak úgy tudtunk hazajönni, hogy ugye a Szászvári híd miatt nekünk egy másik útvonat kellett választani, és elmentünk egy Mucsi nevezetű kis falu előtt, ahol valamikor 15 évvel szerepeltünk. És nagyon nagy sikerrel. Én azt hiszem, hogy a kis falukban történő szereplés legalább akkora öröm, mint a külföldi nagyutak.
Ugyancsak a Tolna megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének nívódiát kapta dr. Keller József, nyugalmazott dombóvári orvos. Az én korosztályom abba a történelmi korszakba élt, ahol voltak negatív, meg pozitív stimulációk. És egy élet, a belső indítatás mindig azt kell mondani, és hogyha fiatalabb generáció hallja, látja, amiről beszélünk, hogy ne azt nézzem, hogy mi nincs, hogy mi a rossz, hanem hogy mit tudok ebből kínulva jobban csinálni. Nem elfelejtve, arra is kell gondolni, mert ha nem tudom, mi a rossz, akkor nem tudok jót sem tenni. Tehát a családba indult ez el a németség. Mi otthon először németül tanultunk, és ha az utcára kerültünk a szomszéd gyerekkel, akkor németül magyarul ment a dolog. Egy ilyen vegyes felvágott azonban a község mindig is történel folyamán volt, ma is lényegében az. És akkor jöttek az idők, amikor a német szó az egy rossz dolog volt, és minden német fasiszta volt. Állítom, hogy a magyarországi svábság 75% azt se tudta, ki a Hitler, meg nem tudta, hogy a Heimensreich, meg ilyen szlógenek voltak, és mi most azt mondom, a környezetem és a ismerés, mi megpróbáltuk ezt nem elfelejteni, de ezen nem állandóan rágódni, és nem önsajnálkozásba menni, hanem előre fele haladni, és ahogy a lehetőség adatott egészen a rendszerváltásig. Már előtte elindultunk, amit lehetett, azt kiaknáztunk. Jött a rendszerváltás, akkor mindig több és több laikus egyesületek voltak, akkor jött az a lehetőség is, hogy az egyháznak is nagyobb tere volt, akkor megalakult a Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete. Ezt mi veljük, és észrevettük, hogy igenis igény van rá. Na persze nem úgy, hogy kérdezik a falragasztó, akit ez érdekel, az jönnek. Elmentünk a falvakba, egyes kis településekre, elmentünk annak idején a tanácselnökhöz is, most még a polgármesterhez, a paphoz, mindenkihez, az iskolákba elmentünk, és akkor döbbentünk arra rá, hogy igenis van igény. És ezt kielégíteni, ezt próbáltuk csinálni az utóbbi időben. A díjazottak nevében Singer Ferenc mondott köszönetet az elismerésekért. Azt mondtam a közgyűlés ünnepi köszöntőjébe, hogy mit érzek, ezt költő nincs, aki le tudja írni, ezért azt kívántam minden közgyűlési tagnak, hogy az életük során a közéletben végzett, mindegy, hogy milyen ágazaton végzett munkáért, ilyen elismerésben részesülnek, jusson be eszükbe az, amit én mondtam, hogy ezt elmondani nem lehet, ezt az érzést csak érezni lehet. A jubileumi megyenapi ünnepi közgyűlés zárásaként a Paksi Mise című kórusmű dallama csendült fel a budapesti Attila kórus előadásában.